Nagyon szépen köszönöm. Igyekszem szórakoztatni a tisztelt közönséget a elkövetkezendő kb. 20-25 percben. Azt szeretném kérni, hogyha bárkiben felmerül kérdés, akkor azt azonnal tegyék fel, és ne várjunk az előadás végéig, mert a dialógusszerű prezentációt a sokkal jobban szeretem, mintha formálisan követik egymást az események. Én alapvetően biokémikus vagyok, engem gimnazista koromban nagyjából minden érdekelt, utána azt gondoltam, hogy legyen az élettudomány, de ha már élettudomány, és ott voltam a TTK-n, akkor hát így az életnek a fizikokémiai alapjai, nyilván a fizikai kémiai törvényszerűségek, azok hogyan érvényesülnek az élőlényekben, hogyan határozzák meg azokat a folyamatokat, amik végsősorban úgy érzékelünk, mint élet folyamatokat. Ez mellett aztán az egyetemen elkezdett érdekelni a genetika is, egy másik sajátos logikával bíró tudományág. Abban elsősorban az izgatott, hogy ugye az a digitális információ, ami a információ hordozó nuklein savainban kódoltatik, az végül hogyan fordítódik le arra a fizikokémiai nyelvre, ami aztán az élet színpadán pedig beszéltetik. Amiről most fogok beszélni, ez igen speciális téma, de szerintem ez az izgalmas, hogyha egy élvonalbeli, nagyon speciális, nagyon fókuszált témáról, most veszem azt a kihívást, hogy megpróbálok úgy beszélni, ami arról a témáról, ami minket most többek között leginkább izgat, hogy potenciálisan szórakoztató legyen az önök számára. Ugye az általánosan ismert, ugye a középiskolás biológia, biokémia anyagban is szerepel, ugye a két DNS szál közötti kölcsönhatás, az ugye a Watson-Crick-féle bázispárosodás révén, az rendkívül fontos az életben, ugye a DNS replikációnak egy rendkívül semmotikus ábrája ez, és ehhez is eszenciálisan szükséges ez a kölcsönhatás. Kevésbé ismert, még biológus szakmai körökben is az a tény, hogy igazából a két DNS duplex közötti kölcsönhatás, ugye egy magasabb szinten létrejövő kölcsönhatás, ez körülbelül ugyanennyire eszenciális az élet számára, ez alatt azt értem, hogy minden élőlényben zajlik, és ha ezt a kölcsönhatást, amit most én bemutatok, ezt valamilyen módon gátoljuk, kiütjük, akkor ha nem is azonnali, de középtávon rendkívül drasztikusan jelentkező káros hatásokat okoz. Mi történik itt? Az egyik DNS szál, amit most csak a megkülönböztetés kedvéért pirossal jelöltem, eltörik mind a két szál. Ugye két duplexről van szó, az egyik duplexnek mind a két szál eltörik, akkor ez az egyik szál az be tud támadni a másikhoz, és itt is ilyen bázispárosodás jön létre, itt is olyan specifikus kölcsönhatás jön létre, mint a másik esetben, csak itt egy kék meg egy piros, azaz két különböző duplexnek a molekulái között. Aztán utána ez mindenféle bonyolult mechanizmusok révén, amiket rendkívül gálánsan itt most kihagytam, az visszaalakul, és a intakt ép formájában keletkezik újra ez a piros szál. Ezt úgy hívjuk, hogy homológ rekombináció, elnézést, az első csúnyosság, amit most itt előfordul, ez alatt a fél óra alatt még lesz egy-két ilyen kifejezés. Azért hívjuk rekombinációnak, mert így a DNS-ek információ tartalma között csere, újra kombinálódás történik, és azért hívják homológnak, mert itt ennél a folyamatnál arra van szükség, hogy két olyan DNS molekula párosodjék egymással, aminek az információ tartalma megegyező, vagy közel megegyező. Ops, most visszafelé megyek, még nem szoktam meg ezt a mutatót. Miért fontos a homológ rekombináció? Arról talán mindannyian hallottuk, hogy a kromoszoma készleteknek, az ivarsejtek fúziója, úgy egyrészt az ivarsejtek képződésekor a génállományunk megfelelő szegregációjáért, szétválásáért, és utána az ivarsejtek fúziójakor, pedig az újonnan létrejövő génállománynak az összerendeződéséért felelős
esek az ilyen rekombinációs események, azonban ennél evolúciósan sokkal ősibb dolog az, ami miatt ez eszenciális minden élőlény számára. Hogyha megáll a DNS másolódása, a DNS replikáció, ez nagyon sokféle ok miatt történhet, leginkább DNS-en lévő hibák, egyenetlenségek miatt, akkor annak az újraindításában ez egy nagyon fontos mechanizmus, illetve hogyha, ahogy bemutattam, eltörnek balesetszerűen a DNS szálak, akkor azoknak a reparálásában is nagy szerepet játszik. Emberi szemszögből a HR, a homológ rekombinációnak milyen egészségügyi, gazdasági vonzatai vannak. Ugye egyrészt, ahogy mondtam, minden élőlényben, így a baktériumokban is természetesen zajlik ez a folyamat. Például az antibiotikum rezisztencia tova terjedésének egyik fontos mechanizmus, úgynevezett horizontális géntranszfernek, tehát egyidejűleg létező baktériumok között, az egyik baktérium sejt, meg a másik baktérium sejt közötti génátadásnak egy fontos mechanizmusa. Másrészt, erre talán lesz időm, fogok példát is mutatni, hogy egyes antibiotikumok számára a homológ rekombinációs masinéria az célpontként szolgál, tehát így tudjuk, ha úgy tetszik, támadni a baktériumokat. Az eukariótákban, a valódi sejtmagos élőlényekben, ugye ide tartoznak a gombák, növények, állatok, például mi magunk is, a szomatikus, az a testi funkcióiban, ahogy említettem, a DNS hibajavító funkciója a rekombinációnak az nagyon prominens. Ebből kifolyólag, hogyha ezzel bármi probléma van, akkor az a karcinogenezisben, ugye a rosszintotú tumoroknak a képződésében játszik szerepet. A tumor képződési folyamatok igen nagy része az összefüggésben áll a homológ rekombinációval. Másrészt viszont, ugye, ahogy mondtam, ez a germline, tehát a csíra vonal, ugye a szaporító sejtjeinknek a fejlődésében is fontos szerepe van. Aztán ide egy pusztán technológiai vonatkozást is feltettem, ugye a genommérnökség, genomszerkesztés, ez egy viszonylag új keletű tudomány, illetve technológiai ágazat, amelyről elképzelhető, hogy itt is, ezen a fórumon is volt már szó, volt már előadás. Ez az új genomszerkesztési metodológia is a homológ rekombinációs masinériáját használja a sejteknek. Amennyire jó és hasznos a homológ rekombináció folyamata, olyannyira lehet veszélyes is, ugyanis ha ez az interakció, ez a kölcsönhatás, ez olyan helyek között történik, amelyek egymásnak megfelelő, úgynevezett allélikus helyek, tehát ugyanolyan DNS lókuszok között történik, akkor tulajdonképpen olyan nagy baj nem történhet. Viszont teli van a genomunk olyan helyekkel, amelyek egymásra részlegesen, lokálisan hasonlítanak, egy csomó ismétlődés van a DNS szekvenciáinkban, és hogyha ilyen részlegesen hasonló, viszont egymásnak ugye pozicionálisan nem megfelelő helyek között történik DNS rekombináció, akkor az olyan génátrendeződésekhez vezethet, amelyek végső soron sejtholált, illetve a szervezet szempontjából adott esetben még katasztrofális kimenetet, rákot okozhatnak. Itt a munkáknak az alaphipotézise látszik már, nevezetesen, hogy minőségi ellenőrzésre van szükség homológ rekombináció folyamata során. Akkor jön itt a biokémikus megközelítés, a mechanisztikus megközelítés, hogy hogyan nézhetnek ki azok a molekuláris szerkezetek, molekuláris struktúrák, amelyeken a minőségi ellenőrzés végbe mehet. Azt feltételezzük, hogy az olyan helyeken, az úgynevezett legitim rekombinációs helyeken, ahol egymásnak megfelelő lókuszok, génhelyek között történik a kölcsönhatás, ott hosszú, folytonos ilyen kölcsönhatás tud létrejönni, míg az olyan helyeken, ahol említettem, csak parciális, részleges homológia van, azaz részleges, tehát rövidebb szakaszok között történik ilyen kölcsönhatás, a DNS molekulák között, akkor az ilyenfajta kezdeményezés, nek megfelelő struktúra az máshogy néz ki. Ez egy alapvető hipotézis. Igen ám, de ezeket hogy tudja valamilyen molekuláris masinéria egymástól megkülönböztetni?
nem biokémikus szemmel ezek között olyan nagyon nyilvánvaló, olyan struktúra, ami az egyikben meglenne, de a másikban nincs, amit olyan nagyon könnyen a molekuláris felismerésnek a ismert mechanizmusaival meg lehetne különböztetni, ilyen nem nagyon van. Mi történik mégis? Tovább menjünk a biokémia oldaláról. Itt egy enzimet látunk, ugye az enzimek azok hihetetlen izgalmas és érdekes molekulák, hiszen szervezetünkben majdnem minden reakció az nem spontán, az alapvető egyszerű kémiai mechanizmusokkal zajlik, hanem úgynevezett katalizált módon. Ugye egyrészt az a testhőmérséklet, amelyen mi élünk, azon a reakcióink többsége az jó lassú lenne, sokkal lassabb, mint ahogy nekünk azokra szükségünk van. Hát gondoljunk csak arra, hogyha egy forró edényhez nyúlunk, akkor milyen gyorsan rántjuk el a kezünket. Tehát ez simán nem sikerül, de egyébként még a napi táplálkozással kapcsolatos anyagcserénk sem sikerülne, hogyha nem lennének olyan katalizátoraink, akik felgyorsítják és szabályozzák a folyamatokat. Na most itt a DNS rekombinációs masinériában a több tucat enzim közül kiválasztottuk a helikáz nevű enzimeket. Ezek a következőt csinálják. A DNS-nek a két szála, ezt ugye tudjuk, hogy alapvetően, ha egymással komplementer szekvenciájú, tehát mondjuk olyan információ tartalma van, ami kémiailag jól tud párosodni egymással, akkor az fizikokémiailag egy ilyen stabil molekula. Ezt szét kell választani, és a helikáz enzim az konkrétan ezt a reakciót katalizálja, a DNS két szálát szedi szét egymástól, ehhez természetesen energia befektetés használ, a dolognak ezt az aspektusát most nem mutatom, üzemanyag molekulát használ hozzá. Mindenesetre szétszedi a két szálat, úgyhogy az egyik szál mentén képes haladni, és tulajdonképpen a másik szálat letúrja erről a DNS szálról. Sokféle helikáz van. Én szeretem az olyan dolgokat, amik egyaránt előfordulnak a baktériumokban, illetve a komplexebb szervezetekben, így az emberben is. Ez úgynevezett rekkú családról van, szóval az egyik legősibb ilyen helikáz családról, amit látjuk, hogy az E. coli modell baktériumban is előfordul ennek egy formája. Az emberre jellemző az, meg általában az eukaryotákra jellemző, hogy adott enzim családoknak sokkal diverzebb, sokkal változatosabb formái vannak jelen a sejtjeikben. Nekünk is ötféle ilyen enzimünk van, amiből a baktériumnak csak egy féle van. Itt ezen a kromoszom festéses vizsgálati eredményen látszik, hogy itt látjuk, hogy a fekete meg a szürke kromoszomák elég egységesen jelennek meg, míg a másik képen, ami egy ilyen helikázra hiánybetegségben szenvedő sejtvonalból készült, látjuk, hogy sokkal pepitábbak, sokkal mozaikosabbak ezek a kromoszomák. Ez azért van, mert sokkal gyakoribbak az olyan rekombinációs események, amiket az előbb mutattam. Tehát látszik ebből, hogy a rekombináció szabályozásban van fontos szerepe ezeknek az enzimeknek. Sajnálatos módon látszik ez azoknak az embereknek a tünetegyütteséből is, akik hiánybetegek ezekre az enzimekre. Jellemzően 10-20 éves korukban már nagyon sokféle rák alakul ki a szervezetükben, illetve vannak olyan hiánybetegségek is, amik felgyorsult öregedéshez vezetnek. Tehát 40 éves korában egy ilyen ember már matuzsálemnek néz ki adott esetben. Most mutatok egy kis biokémiát, hogy most hogyan közelítettük meg azt a problémát, hogy a minőségi ellenőrzést a helikáz enzimek hogy tudják végezni. Összetettünk szintetikus DNS darabkákból pontosan olyan struktúrát, mint amiről azt képzeljük, azt gondoljuk, hogy a minőségi ellenőrzés célpontjaként szolgál, és ráeresztettük a helikáz enzimet. Ezek után ezeket a struktúrákat megfelelő elválasztási módszerrel, ez egy úgynevezett gél-elektrodforézis, itt gélben vándoroltatjuk a molekulákat elektromos erőtér hatására, és akkor a különböző méretű struktúrájú DNS molekulák szépen elválnak egymástól, ezeket meg lehet jól festeni, utána lehet magát a reakciót megvizsgálni. Hát ugye ez a csúnya biokémiai része a dolognak, de hát ezt nem lehet megúszni, tehát ez a buktának az a tészta része, amit hogyha az ember tudós, akkor bocs, át kell rágni magunkat ahhoz, hogy végül a tudáshoz, ugye a lekvárhoz juthassunk. Itt idő függvényében ábrázoljuk a százalékos megoszlását a DNS molekuláknak, ezekből azt egy jó komplex
matekot igénybe vevő analízissel meg tudjuk mondani azt, hogy az enzim molekuláknak mekkora része orientálódik ezen a minőségi ellenőrzés célpont DNS szerkezeten olyan irányba, amit itt zöld eljelöltünk, nevezetesen ami szét fogja szedni ezt az inváziós DNS struktúrát, tehát le fogja állítani a rekombinációt, versus olyan irányokban, amik ilyen szempontból improduktívak. És azt látjuk, hogy a természetes enzim, a wild type, WT-vel jelölt, az legnagyobb rész szétszedi. Tehát valóban biokémiailag kimutattuk, hogy igen nagy hajlama van ennek az enzimnek arra, hogy ténylegesen az ilyen rekombinációs struktúrákat szétszedje, és ezt géntechnológiai módosításokkal, egészen precíz ilyen szabászkodással át tudtuk alakítani olyan formákká, ahol ezek az arányok, ugye a zöldnek a kárára és a pirosnak a javára mozdultak el, amivel pontosan meg tudtuk mondani, hogy mechanizmus felderítés céljából, hogy milyen arányban romlik el ez a reakció. Aztán ezen kívül egy másik kísérlet sorozatban, ami egy úgynevezett egyedi molekula kísérlet, azt is megvizsgáltuk, hogy még részletesebben a DNS struktúráktól hogyan függ a DNS szétszedő képessége ezeknek az enzim molekuláknak. Ez manapság, mert most ez már az utóbbi 30 évben lezajlott technológiai fejlődés tette azt lehetővé, hogy manapság ez egy rutin műszer, amit már nem is olyan drága, nem 100 000 euró környékén már, meg ez nem számít drága, tehát ez egy nyilván egy közepes áru műszernek számít a biokémiai, biofizikai vizsgáló állomások között. Ezt már meg is lehet venni, de illetve házilag is össze lehet állítani. A következőről van szó, úgynevezett mágnes csapda egységről van szó. Van egy paramágneses gyöngyünk, és arra állandó mágnes révén állandó erőt fejtünk ki, ami felfelé húzza ezeket a gyöngyöket. A mágnest jól lehet állítani, és pont olyan nagyságrendű erőket tudunk kifejteni. Itt arra kell gondolni, hogy piko newtonokról van szó, amelyeket, ami ezekkel a molekuláris erőkkel egy nagyságrendbe esik. Ezek után csinálunk egy ilyen DNS molekulát, egy ilyen hajtű szerkezetet, ahol önmagába visszahajlik. És ez azért nagyon jó, mert ennek a nyugalmi pozíciójában a gyöngy az egy bizonyos magasságban van, és ha elkezd dolgozni rajta a helikáz, akkor szépen a gyöngynek a magasság emelkedéséből látjuk azt, hogy a DNS szétszedésnek a folyamata az hogyan zajlik. Ennek a dolgok a felbontó képessége már ott jár, hogy egy-egy legkisebb bitnyi egységét, ugye egy-egy bázispárt, nak a szétszedését a DNS-en, azt már lehet látni ezzel a műszerrel. Hogy néz ki egy ilyen felvétel? Ugye itt az időt látjuk a viszintes tengelyen, a függőleges tengelyen pedig a DNS-nek tulajdonképpen a hosszát, abból már itt már ezt már átszámítottuk arra, hogy a DNS duplexből hány úgynevezett bázispárt szedett szét az enzim. Úgyhogy ezt a pirosat nézzük meg, akkor ott ugye ilyen egyenes csúcsokat látunk, az gyakorlatilag annak felel meg, hogyha egy enzim köt a DNS-hez, akkor szépen végigmászik rajta, és utána, amikor a végére ért, akkor leesik, akkor ismét a DNS-nek a hossza az visszaesik egy alapértékre. Igen ám, csak ez a piros, ez nem a természetes enzim, hanem ez az egyik olyan variáns, amit szándékosan megbuheráltunk olyanra, hogy elég sok funkcióját elveszítette, és ez az alaphelikáz funkciója maradt meg csak neki. Bibi az, hogy a watt-típusú enzim, az ilyen komplex, látszólag felesleges, látszólag össze-vissza cafrangos viselkedést mutat, oda-vissza mozog a DNS mentén, ezen sokáig, gyakorlatilag évekig tanakodtunk, hogy az ilyen viselkedés az vajon mire jó, de hát ez a természetes enzim, az egyszerű viselkedést, azt a mesterségesen módosított változatok mutatják. Aztán utána azt is megvizsgáltuk, hogyha valaki értő szemmel nézi ezt a grafikont, akkor azt veszi észre, hogy ezek a platók, amiket látunk ebben a grafikonban, ezek az enzimnek a megállásait. Ugye arról van szó, hogy eltelik idő úgy, hogy nem nagyon megy tovább.
azt látjuk, hogy a megállások azok nem teljesen véletlenszerű helyeken történnek. Tehát az Y-skála mentén nem véletlenszerű eloszlásban van az, hogy hol áll meg, hanem igenis eléggé meghatározott helyeken. Ugye látszik, hogy itt van egy megállóhelye, itt van egy nagyon vaskos megállóhely, aztán itt van egy kevésbé gyakori, aztán itt van még egy. Ezeken is sokat tanakodtunk, és végül egy komplikáltabb analízis kihozta azt, hogy ez a megállóhelyeknek a pozíciója az azzal függ össze, hogy a DNS-nek ez a bázispárosodási energia, az összeragadási energia az éppen lokálisan 4-5 ilyen bázisegység távlatában mekkora. És ebből az analízisből legvégső soron azt hoztuk ki, hogy ugye vannak olyan enzimeink, amelyek ugye a VAT típusú, tehát a természetes enzim, az alap DNS szálszétválasztó funkción kívül tudja mindezeket a komplex viselkedéseket produkálni, tehát ezt az oda-visszamozgást, a megállást, illetve az energiafüggő szünetelést. Tudtunk csinálni mindenféle variánsokat, ugye alapvetően a null variáns az nem tud semmit, tudtunk csinálni olyan enzimet, ami olyan béna, mintha null lenne, attól függetlenül, hogy ő ott van, és tudtunk csinálni olyanokat, amelyek az alapfunkciókat véghez viszik, viszont ezeket a speciális, általunk az utóbbi 4-5 évben felfedezett új funkciókat nem tudják megcsinálni. És van egy olyan eszély, amit alkalmaztunk, egy olyan vizsgálati módszer baktériumokon, amivel számszerűleg kvantitálni lehet, meg lehet határozni a gyakoriságát az úgynevezett illegitim rekombinációs eseményeknek, tehát pontosan azoknak a rossz rekombinációs eseményeknek, amiket mutattam, amik adott esetben ezeknek az analóg eseményei emberben ráképződéshez vezetnek. És akkor azt kaptuk, hogy ennek van egy adott gyakorisága a normál sejtben, míg ez a gyakoriság ez megnövekszik akkor, amikor a teljesen megszüntetjük a elikáznak az összes funkcióját, viszont ha csak szelektíve ezeket a szofisztikált minőségellenőrző funkciókat ütjük ki, és az alapfunkciót meghagyjuk, akkor ott még rosszabb lesz, ugye még feljebb lépünk, itt ugye a logaritmikus skála van, tehát itt 10-es szorzóval megyünk mindig feljebb az események valószínűségének a tekintetében, és még valószínűbb lesz az esemény, ami ugye a rossz következményekhez vezet. Tehát magyarul, ha a minőség ellenőrző aktivitásokat szelektíve kikapcsoljuk, mint ahogy ezt most a vizsgálatok céljából mi géntechnológiai úton megtettük, akkor a helikáz aktivitás az sokkal károsabb a sejtszámára, mintha egyáltalán nem lenne ott. Ezzel betekintést nyertünk egy olyan új minőség ellenőrző mechanizmusba, ami mindennapos eseményként megvéd minket a rák keletkezéseknek az igen nagy részétől, viszont pontosan ugyanez ez az esemény az bizonyos ráktípusok esetén meg azt okozza, hogy azok a sejtek rezisztensek lesznek a radioterápiára, a sugárkezelésre, úgyhogy ennek a gátlása, hogy ha már egyszer baj van, ha már egyszer kialakult egy tumor, akkor adott esetben ezeknek a funkcióknak a meggátlása az segíthet a sugárkezelés hatékonyságának a növelésében. Szeretném megkérdezni, hogy van-e itt ezen a ponton kérdés, ahhoz, amit mondta, parancsoljon. Hogy a sugárkezelésre csak a rákos sejtek lesznek immunisak, vagy ez vonatkozik a többi sejtre is? Tehát magyarul a DNS rádioaktivitás tűrése az növekszik-e általánosságban az enzimben? Ez köszönöm szépen, nagyon jó kérdés. Ilyen módon ez hasonló logikával működik, mint ahogyan működnek más DNS-károsító ágensek, csak annál sokkal finomabb módszert alkalmaz. Nevezetesen az alapminőség ellenőrző enzimet kikapcsolni, az egy alapból egy veszélyes dolog. Az azt jelenti, hogy mondjuk azt a rákképződési valószínűséget, ami a szövet hétköznapjaiban jelen van, azt a normál szövetekben is megnöveli. Csak éppen az alatt a kezelési rezsim alatt ez a megnövelt rákockázat, ez igazából megéri azt, hogy ugyanilyen valószínűséggel megnövekszik a már transzformálódott rákos sejteknek a kezelésre való érzékenysége is. Tehát tulajdonképpen minden sejtre káros.
csak éppen az a fajta kár, amit a már tumoros sejtekre fejt ki, annak a relatív haszna a páciens számára nagyobb, mint az egészséges sejteken okozott kár. Jó, akkor esetleg mondanék még egy-két szót egy másik projektünkről. Tisztában vagyok vele, hogy ilyen kevés az időm, úgyhogy megpróbálom azt tényleg ebben a rendelkezésre álló néhány percben összefoglalni, csak azért, hogy magamat is kielégítsem, hogy egy másik izgalmas témámat sem hagyom említés nélkül. Ez pedig az antibiotikum rezisztencia. Ugye említettem, hogy a homológ rekombinációs folyamatoknak a baktériumok életében is igen fontos, ilyen nagy jelentősége van, és természetesen a baktériumok hihetetlen fontosak számunkra a legkülönbözőbb szempontból. Ugye egyrészt sokaságokkal élünk együtt, testünkben sokkal több baktérium sejt van, mint emberi sejt. Másrészt ugye környezetünk, a földünknek a fenntartása és jövője szempontjából is nagyon fontosak. Hát harmadrészt viszont egy csomó patogén van, és hát nincs mese sajnos a multirezisztens baktériumoknak a megjelenése, az már most az emberiség első öt legfontosabb, legsúlyosabb egészségügyi problémája között van, és ez 2050-re állítólag még durvább lesz. Viszont az antibiotikumoknak a fejlesztése, ahogy látjuk ezt az idővonalat, ez valamikor az 90-es évek környéke 90 körül megállt, mert kimerítettük a természetes forrásokat, a most rendelkezésre álló antibiotikumoknak az igen nagy része, az nagyjából négy ilyen természetes célpontot támad meg a baktérium sejteken belül. És itt most csak azt a fehérjét szeretném megmutatni, amely a helikázoknak az egyik legfontosabb partner. Ez úgy hívják, hogy SSB, Single Strand DNA Binding Protein, ez egy olyan fehérje, amely például DNS replikáció, de más folyamatok során is, amikor megjelenik egy szálú DNS a sejtben, akkor rögtön ez stabilizálja azt a DNS struktúrát. A stabilizálás mellett vagy másik nagyon fontos funkciója is, nevezetesen, hogy kölcsönhat DNS replikáció, rekombináció és DNS hibajavításnak egy csomó fehérjével, az baktérium esetén az E. coli-ban, ez 18 másik ilyen fehérje, amelyekkel ez a SSB Interacting Protein, ez a kölcsönható fehérje, amelyel kölcsönhatva fejtik az összes aktivitását. Na most itt azt az alaphipotézist vizsgáltuk meg, azt hozok minket izgalomba, hogyha egy pillanat, azt nézem, hogy hol van az a DM. Na minden esetre arról van szó, hogy ha itt 18 kölcsönható partner van, amely mind egy fehérjével hat kölcsön, akkor itt ugye van egy olyan kölcsönhatási hálózatunk, amikkel az antibiotikum fejlesztés egyik alapproblémáját azt tulajdonképpen lehet, hogy kezelni tudjuk. Az pedig az, hogyha létrehozunk egy új molekulát, ami megtámadja valamely, mondjuk ezt a zöld egységét a baktérium anyag cseréjének, akkor a baktérium természetes evolúció révén igen hamar létrejön olyan mutáció, ami azt a célfehérjét megváltoztatja, úgyhogy az antibiotikumot kötni többé már nem képes, tehát magyarul röhögni fog az antibiotikumon utána már a baktérium, viszont a természetes funkcióját meg még el tudja látni a fehérje. Na most, ha ezt a kölcsönhatási hálót támadjuk meg, amit egyszerre, itt most nyilván az egyszerűség kedvéért csak 3-at rajzoltam föl, de 18-al 6 kölcsön, hogyha olyan szert tudunk találni, és már keresünk is, és ígéretes előkísérleteink vannak erre, ami ezt a 18 kölcsönhatást pontosan egyszerre gátolja, akkor mivel hogy a 18 partnernek a megváltozása, azok ugye egymástól független, véletlenszerű események, amiknek tudjuk, hogy akkor ilyenkor a valószínűség szerint a szorzatát kell venni, az sokkal-sokkal valószínűtlenebb esemény, mint egy vagy két célponttal rendelkező antibiotikum esetén. Ezzel kapcsolatban a biztató előkísérleteink zajlanak, és ezt mint második példát szerettem volna felhozni arra, hogy egyrészt láttuk, hogy az emberben a rák keletkezés, meg természetes rák prevenciónak a mechanizmusának a megértés, ez miért fontos, és azt szerettem volna itt még hangsúlyozni, hogy ugyanezeknek a fehérje rendszereknek a baktériumokban történő célzása, gátlása, az pedig az egészségügynek egy nagyon másik területén, és az antibiotikum fejlesztésben is hasznos lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.